Now I hate the rain out in the storm, but if you really hope. És majd annak a sorrendjében fogtok szerepelni, amit hát ez itt már mi, ez mindegy. Szabó Péterné Kata néni vagyok, a gyermekkönyvtár vezetője, ennek a mai rendezvénynek a házi asszonya. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket a Dériné Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében a mai Jégvirág karácsonyi mesemondó versenyünkön. Szeretném nektek bemutatni a zsűri tagjait, a zsűri elnökét, dr. Kovácsné Mikola Évát, Éva nénit, aki tanárnő, Tóth Istvánné Mártika nénit, aki ő maga is mesemondó és előadó, és Pengő Ferencné Erzsike nénit, akikről már most láthatjátok, hogy azért annyira nem szigorúak. És én azt szeretném mondani, hogy ez itt ma nem is igazán verseny. Inkább lenne ez egy gála műsor, hiszen ezen a mai délutánon itt Karcag Város 17 legjobb mesemondója mutatkozik itt be a közönségnek, ami szerintem egy óriási szó, hiszen tudom, hogy a legtöbb iskolában már megvoltak a válogatók, a selejtezők, tehát akik ma itt vagytok, ti vagytok a városban a leges legjobbak. Úgyhogy egy nagy tapsot már előre mindenkinek. És hát szeretném, ha itt együtt élnénk át ma a karácsonyvárás csodáját. Egy csodás címet is adtam ennek a mai rendezvénynek, hogy jégvirág. Nem tudom, hogy láttatok-e már jégvirágot. Milyen az a jégvirág? Érdekes, egyébként én is arra gondoltam, hogy milyen régen láttam már jégvirágot. Régebben, amikor még nem voltak ilyen jól szigeteltek az ablakok, és kint nagyon hideg volt, bent meg azért jó meleg, a családi meleg, akkor az ablakon képződött jégből ilyen furcsa képződmények voltak, amivel a kis ujjammal lehetett karcolni, rajzolni, egy vékony jégréteg volt ez. De igazából tényleg egy nagyon csodás képződmény, és ezt hívták jégvirágnak. Úgyhogy én ezt a címet adtam, és a csodák mellé ma ti ide teszitek ezt a sok-sok csodás mesét. Én a környezetünkben most úgy érzem, hogy minden ünneplőbe öltözik, akár a városba járunk, az iskolánk, az otthonunk, és csillognak feldíszítve, mert várják az ünnepet. De nagyon fontos lenne, hogy ne csak külsőleg vegyünk szép ruhát, hanem belülről is várjuk ezt az ünnepet. És most nemrégen olvastam, lehet, hogy nektek ez nem új, meg esetleg valamelyik iskolában már esetleg hagyománya is van, hogy angyalkáznak. És akkor én néztem azt, hogy mi az, hogy angyalkázni. És az angyalkázás nagyon sok iskolában azt jelenti, hogy kihúzzák egymás nevét, de nem mondják meg egymásnak, hogy ugye kit húztak, és nem ajándékot adnak, hanem az karácsony előtti néhány hétbe az, annak az osztálytársnak, akinek ők kihúzták a nevét, azzal kedvesebbek, előzékenyebbek, jobban odafigyelnek rá, segítenek neki. Tehát ha lehet mindenben, egy kicsit az ő angyalkájuk lesz. És ez azért is jó, mert azért mindig találgatják, hogy vajon ki az én kis angyalkám. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy ne izguljatok itt csak saját magatokért, hanem izguljatok itt másért is. Úgyhogy én összekevertem ennek a 17 gyereknek a nevét, és most ezt fogjátok kihúzni, és leszel valakinek az angyalkája, hogy ne csak magadért izgulj ezen a mai versengésen, hanem egy kicsit azért is, akinek a nevét kihúztad, tehát amikor meghallod, hogy ő következik, akkor nagyon-nagyon szorítsál neki is, lelkiekben, és erősítsd őt. Nagyon jó versengést kívánok a
mai délutánra, a zsűrinek pedig jó zsűrizést, és a verseny menetéről annyit, hogy a számok sorrendjében tudjátok, fogtok föllépni, oda fölálltok, és akkor bemutatkoztok, csak a neveteket szeretnénk hallani, az iskolátokat nem. Jó, azt nem is fogja tudni a zsűri, csak majd a végén. És elmondjátok a mesét, szépen meghajoltok, és lejöttök. Jó? Na, akkor várjatok az angyalkázáshoz, viszem a neveket. Csokodi Béla vagyok. A karácsony angyalka. Karácsony előtt mindig rengeteg a tennivaló az égi palotában. Most is olyan sok volt, hogy Szent Péter majdnem elfelejtette, hogy ma van Szent Este. Ó, te jó ég! Kiáltotta ilyetten, elérkezett az idő. Gyorsan össze kell szedni az ajándékokat. Angyalká később esel le a földre. Hanyat, homlót, bukfenceztek le az angyalkák az égi kapuból. Karácsonyfákkal, ajándékcsomagokkal, megrakottan, hogy örüljenek a földön a gyerekek. De ott is van ám sok dolog, egyszer csak egy angyalka, kis Petihez érkezett, aki már régóta leste az ablakon. Jön-e már, amikor az angyal berepült az ablakon, Peti szinte levegőt sem kapott, annyi mindenre várt. Kis vonatra, autóra, kutyára, sok-sok édet csomagékre. Az angyal mindenre gondolt, amit csak Peti fölírt az ajándék listára. Köszönöm, köszönöm, kiáltotta Peti túláradó boldogsággal, de a többi házban is várták az angyalkát a gyerekek. A legkisebb angyal volt a legboldogabb, ma először ő etett le a földre, eddig még túl fiatal volt hozzá. Éppen Mikinek kellett ajándékot hoznia. A kicsi fiú még a bölcsőben feküdt, kapott is egy bohókás kelfejancsit. Miki kacagott és ugdolózott az örömtől, mindultalan el akarta kapni a bábút, de az kiugrott az apró kezéből. Amikor az angyal észrevette, a kicsi fiú elfáradt, repült tovább. Nagy-nagy boldogság töltött el, hogy a földön ilyen gyönyörű a karácsony. Ne félj, egyetlen gyereket sem felejtenek ki az angyalkák. Ezen az estén minden ablakban aranyfény sugárzik. Bugál utca. Kis Melinda, a gesztenye héjkabátka. Vége felé járt már az ősz, és a kis erdőlakók a hideg tél fogadására készülődtek, meleg kuckókat raktak, és az odjukat teletették élelemmel. Sőt, néhány állat még bundát is váltott. Jó meleg téli bundát. Látva ezt a kisün, nagyon elszomorodott. Csak nekem nincs téli gúnyácskám, szörnyen festek ebbe a fekete tüskés kabátba, ezt hordhatom életem végéig, panaszkodott az anyukájának. Ebből is láthatod, milyen elnyűhetetlen, válaszolta sünmama. A tüskék megvédenek az ellenségeinktől, és egyben a díszünk is, és ha összegömbbe jött, mint egy labda, felszúrhatod magadra a leveleket. Menj, játsz a testvéreiddel, ki tud több levelet gyűjteni. Úgy sem játszhattok már sokáig, mert mindjárt itt a tél. Vigasztalt a fiacskáját sünmama. Meg aztán minek is nekünk téli gúnya, amikor úgy is átalusszuk a telet. A kisün elindult az erdő úton a nagy levél hullásba.
Lám, még a fák is levetik megunt ruhájukat, hogy tavasszal újat sebbe töltsenek, mormogta magába. Egyszer csak lógó gomborrára egy gesztenye koppant, a kis sün felugrott fájdalmába, akkor meg valami a lábát szúrta meg, már majdnem duzzogni akart, amikor az avarban meglátta a tüskés gesztenye héjat. Lám, eldobta a gesztenye a kabátkáját. Milyen szép zöld, és néhol barna foltos, és ezek a tüskék is csodálatosak. A kisin összegömbölyödött, felszúrta magára a tüskés gesztenye héjat, és így nézegette magát az erdei tó tükrébe. Végre nekem is van téli gúnyácskám. Arra repült Szarka néni, és látván az ugrándoró sünygyereket kikacagta. Milyen dolog ez, más tollával ékeskedni? Kár, kár, arra repült egy csapat varjú, akik innéltek a tóhoz. Kár, hogy a régi gúnya kilátszik a lolla, de a kis örömét nem tudták elrontani. Vidáman folytatta útját. Mire megtalálta nővérkéit, már alkonyodott. Észre sem vették kis öccsük új ruháját. Mindegyiknek a tüskéje tele volt fakéreggel, elhullott madártollakkal, nagyobb levelekkel és mohával, amit a vacok rakáshoz gyűjtöttek. Csak Sün mama vette észre, amikor hazajöttek a nagy tölgy alatti oduba. De kár, hogy tavaszra elfonnyad, és senki se láthatja az új szép ruhádat. De azért meg kell hagyni, nagyon csinos, tette hozzá vigasztalva Sün mama. Sün papa rövidlátó szemeivel csak most vette észre, és fejét csóválva bagyusza alatt morgott. Semmire való, haszontalan dolog, aztán majd, ha álmodban viszket a tüskét töve, meg ne szúrja a kis csülköcskéidet. Munkára, gyerekek, reggelre kész kell lennünk a kuckúrakással, kertek alatt már fogy, érzem is minden porcikámmal. És úgy is lett. Reggelre leesett a hó, és a Sün család befészkelte magát a jó meleg oduba. De alig, hogy elhelyezkedtek, a Sün gyerekek már is fészkelődni kezdtek. Szúr a kabátod, nyafogta az egyik. Nem tudok hozzád bújni, mondta a másik. Fázom, rikkantott fel a harmadik. Én is, mondták a többiek kórusba. Talán lyuk van valahol a kuckó falán, tűnődött Sün mama. Itt van, a kánya fogja meg, nem valami jó már a látásom. Fogta be Sün papa melső lábaival a lyukat. Most aztán mivel tapasszuk be? Körbenézett gyerekein, és egyszer csak felkiáltott. Azám, a gesztenyehéj kabátka, pont akkora, mint a lyuk. Csak hát, akkor mi fog téged melegen tartani, és mit akarja el az undok fekete tüskéidet? Nézett megszeppent fiacskájára. Majd melegítenek a testvérkéim, és nem is olyan csúnyák ezek a fekete tüskék. Az igazság az volt, hogy már a kisünnek se tetszett az új bunda. Viszketett is, húzta is alatta, hogy száradt össze a tüskéje, és nem is tudott miatta jól összegömbölyödni. Ezért szívesen segített betömni vele a lyukat. A Sün család kuckójába mostantól béke és nyugalom költözött. A kis Sün lecsukódó pillájáról mégiscsak azt rebegte. Talán mégiscsak jó lett valamire a gesztenyehéj kabátkám. Bagdi Réka,
Tóth Anna a titokzatos hóember. Nagyon szép földben laktunk, a hegyek úgy ölelik át a kisfalut, ahogy annyiig szoktak bennünket, gyerekeket. Most, hogy sok hó esett öcsémmel Marcival a szobánk ablaka elé, felállítottunk egy hóembert. Nagy pocakja és szép egyenes tartása, jó étvágyú gazdag emberre hasonlítanak. Ha fején nem égtelenkedne az az öreg lyukas fazék, szemei a fáskamrában talált legcsillogóbb széndarabkákból vannak. Egyedül sárga répa orra vöröses színe árulkodik arról, hogy hideg lehet egész nap az udvarunkon áldogálni. Ez a hóember nem akármilyen, ilyen nincs még egy a földön. Elárulom, hogy ez egy titokzatos hóember. Minden reggel, amikor felébredünk, odaszaladunk az ablakhoz, és megnézzük, ott van-e még a hóember orra a helyén, ugyanis minden nap eltűnik. Nézd, most sincsen ott, mondta kicsöstén bosszúsan. Öltözzünk fel, és menjünk ki a udvarra, hát ha csak leesett, és eltakarja a hó. Mikor kiszaladtunk a kertbe, körbejártuk a hóembert, de nem találtunk semmit. Elmondanád, hol van az a szép sárga répa orrod, amit tegnap kaptál? Kérdeztem, csípőletet készes közben, haragosan ráncoltam össze homlokom. Marcira néztem, és láttam, hogy engem utánozva ő is csípőre tette a kezét, és a nagyobb hatás kedvéért néhányat dobbantott a ropogós hóba a lábával. Az volt a legszebb sárgarépa az összes közül. Miért nem vigyáztál rá? A hóember dacosan állt tovább, és nem válaszolt. Na jó, még utoljára hozunk egy másik órocskát neked, de ha erre sem vigyázol, nem kapsz többet. Leszaladtunk a pincébe, és a ládából kiválasztottunk egy szép hosszú sárga répát. Marci, ma éjjel lesben állunk az ablaknál, meg kell tudnunk, mi ez a nagy titok. Éjszaka lesen vettük a szemünket a hóemberről, ahol éppen rávilágított, és láttuk, a sárga répa orra még ott van a helyén. Mikor már azt hittük, hogy nem történik semmi, hirtelen egy árnyék átugrott a kerítésen, óvatosan körülnézett, és egyre jobban közeledett a hóember felé. Az árnyéknak hosszú, vékony lábai voltak, s mögötte néhány lépésnyire egy kicsi gömbölyű valami ugrándozva kísérte. Lélegzett visszafolytva figyeltük, mi lehet az, aztán láttuk, hogy az a valami fejágaskodik, és szájával kiemeli a helyéről a hóember orrát. Miután letette a hóra, a kis gombóccal megosztva, jó étvágyal megették a sárga répát. Nézd, Marci, egy őszike! Suttogta öcsém fülébe, de ki az ott mellette? Nem látod, hogy milyen hosszú fülei vannak? Súgta vissza Marci. Tényleg, ez egy nyuszika! Mennyire éhesek lehetnek, ha bemerészkednek idáig? Ki kellene találni valamit, hogy még több ennivalót kapjanak? A másnap korán felkeltünk, amikor újabb sárgarépát szerettünk volna a hóemberre tenni, a fején lévő lyukas fazék nagyot gondult. A fa mögé szaladtunk, és onnan lestük, hogy mi lehet az. Aztán a lyukon kikukucskált egy cinege madár. Biztos ott húzódott meg éjszakára a nagy hideg elől. Bent a fazék belsejében nem fújhatta a szél, és egy kicsit melegedhetett is.
adjunk enni a madárkának is. Bementünk a házba, és elővettünk két vékonyra vágott szalonnabőrkét. Ez jó lesz szemöldöknek, a hóembernek. Ha a cinegen megéhezik, néhányat belecsíp a szalonnába, és már lesz, ami melegítse. De a hóembernek mégsem lehet több borra, mit csináljunk? Milyenne, ha ketté vágnánk egy almát, és két piros fület készítenénk belőle? Kérdezte izgatottan Marci. Igazad van, és vághatnánk hosszú csíkokra káposztalevelet, az lehetne a szakálla. És a fazék alá tehetnénk szénát, mintha haja lenne a hóembernek. Az jobban melegítené a kis madarat. Gyorsan munkához láttunk, amikor mindennel elkészültünk, észrevettük, hogy a cinge rászállt a fazékon talált bejáratra, és hirtelen elrepült. Lehet, hogy nem tetszik neki az új fészek. Kérdeztem aggódva, de néhány perc elteltével a cinege visszajött, és magával hozta a párját is. Vidáman csicseregtek, és nagyon boldogok voltak, hogy rátaláltak az igazi otthonukra. A hóemberről azóta is minden reggelre eltűnnek a zöldségek. De most már nem titok, hogy hozzánk kell lakmározni anyuszi az őzikével. Német Klaudia a kis hótündér. Egyszer volt, hol nem volt, messze égországban, élt egyszer egy hókirálynő, és sok-sok apró hótündér. A jégpalotában, ahol éltek, télen nagy volt a sürgés-forgás. Ilyenkor bizony nagyon sok dolguk volt a kis hótündéreknek. Az ő feladatuk volt, hogy bebarítsák a földet hóval, és szemnél szebb hópehely mintákat találjanak ki. A jégteremben ültek, rajzolgattak, tervezgettek, vagy épp hintették a földre a havat. Csak egy hótündérke nézegetett szomorúan az ablakban. Arról álmodozott, hogy csak egyszer, csak egyetlen egyszer, hadd mehessen le a földre az emberek közé. De hiába kellett a hókirálynőt, ő bizony hajthatatlan volt. Kedves királynő, annyi szépet látok a földön ilyenkor karácsony környékén. Engedj le az emberek közé, hadd sétálhassak egyet közöttük. Mindenki olyan boldog, mindenki olyan vidám, olyan jó lehet a földön élni. Itt csak unatkozom, csak rajzolgatok, csak havat szórok. Már annyira szeretnék valami más csinálni. Addig-addig könyörgött, míg a hókirálynő megunta, és így szólt. Na jól van, menj az emberek közé, de majd meglátod, ott sem mindenki boldog, ott sem mindenki vidám, de 3 nap múlva gyere vissza, mert különben soha többé nem térhetsz vissza közé. Mondd ezt a varázsigét 3-szor. Hópihe, hópihe, szállj ide, legyek ott, ahol lenni akarok. Amikor vissza akarsz jönni, akkor is ezt a varázsigét mond. Ne feledd 3 nap. Ha letelik a 3 nap, örökre a földön maradsz, soha többé nem térhetsz vissza közénk. Babává válsz. De ezt már a kis hótündér nem is hallotta. Már hadarta is a varázsigét.
Amikor megérkezett a földre, nagyon örült. Sétálgatott, nézelődött, csodálkozott, hogy mindenki nagy csomagokat cipel. Hatalmas fenyőket visznek a lakásokban. Az első és a második nap nagyon gyorsan eltelt azzal, hogy bámészkodott, ismerkedett az emberek lakta világgal. Harmadik nap gondolta, mielőtt visszamegy, játszik egy kicsit a gyerekekkel. Ők mennyivel jobb játékot játszanak, mint mi a palotában. A gyerekek kíváncsian nézték gyönyörű hófehér ruháját, sapkáját, csizmáját. Az egyik gyerek elkiáltotta magát. Úgy nézel ki, mint egy habcsók, így akarsz játszani, ilyen ruhában. A többi gyerek is rákezdte. Habcsók, habcsók, a kis hótündér szomorúan tovább ment. Ők nem szokták a palotában bántani egymást. Ahogy sétálgatott, megpillantott két kisgyermeket, akik a játékbord kirakat előtt nézelődtek. Az egyik szomorúan így szólt. De jó lenne egy ilyen babát kapni, látod, milyen gyönyörű ruhája van, olyan, mint egy tündér, s ott sóhajtoztak, álmodoztak a kirakat előtt. Úgy látszik, nem mindenki kap olyan nagy becsomagolt dobozokat, s gondolta a kis hótündér. Milyen jó azoknak, akik kapnak ajándékot karácsonykor, sóhajtotta a másik gyermek. A kis hótündér elszomorodott. Szóval mégiscsak igaza volt a hókirálynőnek, hogy a földön nem mindenki boldog. Vannak olyanok, akiknek nem jut karácsonyi ajándék. Ment a két gyermek után, hazáig követte őket. Egy kis házba mentek be, s náluk nem hatalmas fenyő volt feldíszítve, mint a többi házban, hanem csak néhány fenyőágacska volt egy vázában, s azon néhány papírdísz. A gyerekek gyertyát gyújtottak, s szüleikkel karácsonyi dalokat énekeltek. Látta, hogy így is nagyon boldogok, de a kis hótündér már tudta, hogy fog örömet okozni ezeknek a gyerekeknek. Tudta, ha nem megy vissza a lejára 3 nap, örökre a földön marad, s egy hófehér ruhás, sapkás, csizmás babává válik, pont olyanná, amilyenről a két gyermek álmodozott. Már csak néhány perce volt, de nem mondta el a varázsigét. Becsöngetett a házba. A gyerekek kiszaladtak megnézni, vajon ki csöngethetett ilyenkor. Csodálkozva látták, hogy az ajtóban egy gyönyörű hófehér bundás, sapkás, csizmás baba áll. Pont olyan, amilyet szerettek volna. Farkas Viktor, Hás László az egyetlen ajándék. Nem meséltem semmit magamnak magamról, úgy, ahogy szoktam, mert azt vártam, hogy egészen beeste legyen, és a télapó becsöngessen az ajándékommal. Ugyanúgy nekem a télapó hozza az ajándékot. Ő, persze, hogy ő, bólogatott anyu. Mindenkinek bucikám, erősítette magam. És gyarapó pillantást vetett rám, nem értette, hogy mit akarok mondani ebből a faggatózással. És mondd anyu, ő neki ki a rejádékot, ő neki, kinek bucikám, hát ő neki a télapónak. Anyu elsőnek elképett, aztán gondolkozóba esett. Hát úgy gondolom, hogy erre egyesedül ő maga tud megfelelni. Ha ugyan tud. Ekkor elhatároztam, hogy oda mesélem hozzá magam. És amint elhatároztam, már is mesélni kezdtem. Magamnak magamról. És én pedig hol voltam, hol nem voltam, ott maradtam, ahol voltam.
és keresni kezdtem a télapót. Keresés közben még kiáltottam is. Hol vagy, télapó, hol vagy? Itt vagyok, mondta egy olyan igazi télapós hang. Lágy is, dőlmögős is, meg egy kicsit reszelős is. Itt vagyok, és csak ugyan hol volt, hol nem volt, pontosan ott volt. Türelmetlenül topogott a hóban, megrezdült a szakálla, a jégcsapok csilingáltak, ezüstös jég, porhó, porszit áll belőle. És ezért hát megkérdeztem tőle, mondd, kedves télapó, mindenkinek te viszel ajándékot? Persze, hát, ez tudnivaló. Tudom is, csak te magadtól akartam hallani, hogy aztán megkérdezhessem, hogy mondd, kedves télapó, neked ki ad ajándékot? Nekem? Azt kérdezd, Buci, hogy nekem? Igen, neked. Tudni szeretném, ez nagyon fontos. Buci királyfi, tudd meg, hogy ezt tőlem soha senki nem kérdezte meg. De vagy az első, a legelső. Szipogni kezdett a télapó, mire megkérdeztem tőle, hogy náthás-e. De erre azt felelte még hozzá nagyon náthás hangon, hogy de vagyok náthás, csak pekkatottam. Szegény, kedves, jó télapó, igazán sajnállak, hogy te mindig csak az, de soha nem kapsz. De azért ne sajnálj, és ne is búsulj, mert az igaz ugyan, hogy én mindig csak adok, de ajándékot adni jó. De kapni is jó ám. Tudod, mit kapsz tőlem, télapó? Hát persze, hogy nem tudod. De most én elárulom. Van nekem egy télapó igézőm. Azt adom neked kell. Azt kell csak igazán, újjongott a télapó. Itt van nálad a zsebedben? Nem, a fejemben. És most neked adom. Karácsonykor hull a hó, hóban topog télapó. Nem látható, hallható, zajtalajjá télapó. Szakáll a fagy, balszadér, üstökez útban a otthonba ő betér. De nem maradó soha, ajándékot ad nekem, és elsúha neszelen. Édes, kedves télapó, ajándékot adni jó. És ez csak az enyém, igazán az enyém. Én megint tettem, hogy igazán, mire hálálkodni kezdett. Köszönöm az ajándékot. A legszebb ajándék, amit életemben kaptam. Igaz ugyan az egyetlen is. Köszönöm az egyetlen ajándékot. Ígérem, vigyázni fogok rá, mint a szemem fényére. Gyönyörű ajándék. Láttad, már megint szipók, de lehet, hogy csak náthad, de már minden esetre már mennem kell. Te is ilyes haza, hogy lennek és a velem való otthoni találkozást. Szabó Erika. Béradó Lili, három fenyőfa. Három fenyőfa állt egy domtatőn. A legnagyobbik fa szép és egyenes volt, erős, messze nyúló ágai voltak. A kisebbik fenyő nem volt olyan terebélyes, de napról napra fejlődött és növekedett. A harmadik fenyő azonban igazán nagyon kicsi volt, vékony törzsű és egészen alacsony. Bár csak olyan nagy és erős lennék, mint a legnagyobb fenyő, sóhajtotta ez a kicsike fa. Nagyon hideg tél volt ebben az esztendőben, a föld belette a hó, karácsony közeledett. Bár csak eljönne értem a télapú, és elvinne karácsonyfának, sóhajtotta a legnagyobb fenyő. Bár csak engem vinne, mondta a kisebbik fenyő. Bár csak engem választana, kívánta a harmadik fácska.
egy napon fázus kismadár jött szögdícselve felé. Megsérült a szárnya, s ezért nem tudott repülni. Kérlek, legnagyobb fenyő, itt maradhatnék az ágaid között, szólította meg félénken a kismadár a fát. Nem lehet, mondta a legnagyobb fenyő, nem használhatok madarakat az ágaim között, mert éppen karácsonyfának készülök. Pedig úgy fázom, panaszolta a kismadár, de a legnagyobb fenyő azonban nem is válaszolt. Így hát a törött szárnyú kismadár tovább ugrált a kisebb fenyőhöz. Kedves kisebbik fenyő, megengednéd, hogy itt maradjak az ágaid között? Kérdezte. Nem, mondta a kisebbik fenyő, nem ringathatok semmiféle madarat az ágaim között, mert hát ha éppen most minél valaki karácsonyfának. Ekkor a szegény didergő kismadár tovább ugrált a harmadik fácskához. Drága kicsi fenyő, itt maradhatnék az ágaid között? Kérdezte. Hogy ne maradhatnál, kismadár? Búj csak egészen hozzám, majd megmelegítelek, amennyire csak telik tőlem. A kismadár felugrott a harmadik fácska ágai közé, és ott nyomban el is aludt. Hosszú idő múlva a harmadik fácska édes, halk, csengettyű szót hallott. A hangok egyre közeledtek, már egészen ott hallatszott a garombon. Elhagyták a legnagyobb fenyőt, elhaladtak a kisebbik fenyő előtt is, de amikor a harmadik fácska elé értek, elhallgattak. Mind a három fácska látta az apró csengettyűket, egy rénszarvas húzta, szép kicsi szánkon csümtek, amelyből most kiszállott az utasa. Télapó vagyok, mondta, karácsonyfát keresek egy nagyon kedves kicsi gyerek számára. Vigyél engem, kiáltotta a legnagyobb fenyő, engem végy, ágaskodott a kisebbik fenyő, de a harmadik fácska azonban nem is válaszol. Te nem szeretnél eljönni? Kérdezte tőle a télapó. Dehogy nem, nagyon szeretnék. De hát itt kell maradnom, hogy vigyázzak erre a beteg kismadárra. Éppen alszik. Kicsike fa, mondta a télapó, te vagy a legszebb fácska a világon. Téged viszlek magammal. Azzal gyöngéden kiemelte őt a földből, olyan óvatosan, hogy az ágai közt megbúvó kismadár fel sem ébredt. Aztán szánkójába állította a csöppfenyőt a madárkával együtt, majd maga is beült mögéjük, és a kicsi szánkó ezüstös rengettyű szóval tova hussant velük a karácsonyi havon. Ábrahám le a borka, Aranyosi Ervin, a farkas és a fehér rózsa. Honnan került oda? Senki se tudhatta. Ám egyszer csak ott volt, lám, az Isten adta. Egy gyönyörű rózsa, tisztán, hófehéren, a tisztás közepén, pázsit puharéten. Egy gyönyörű virág semmiből teremve. A farkas volt az, ki rögtön észrevette. És gondolta, ó, milyen szép, ó, mennyire kecses! Csodálatos példány, szinte tökéletes. S jött a többi állat, ők is felfedezték. Lassan körbejárták, de nem igen szerették. Milyen kis egyszerű, mondta rá a páva. Szintelen pórias, nincs jól eltalálva. Olyan közönséges, mondta a keselyű. Csupa szomorúság, se vígság, se derű. Az öreg csúfmadár lenyelezen mondta, kopassága virult, ahogy rikácsolta. Nézzétek, hogy néz ki! Nem szégyelli magát! Nem elég a látvány? Érzitek a szagát! Farkas a fák közül figyelte csak őket, a gúnyolódókat, az incselkedőket. Mind ilyenek vagytok, gondolta magában. Nem értékelitek a csodát a világban. Nem veszitek észre a kecsest, a szépet. Nem viselitek el, lám, a szerénységet. Féltek mind a világ szép tükrébe nézni, nem hagyva lelketek szépől megigézni.
Megjött a vaddisznó, s megjelent a róka, képét a medve is végül odatolta. S minek volt rossz szava a szegény rózsára, gúnyesőben ázott bizony szegény pára. Hát ez meg micsoda? Fanyarult a róka. Írondát nem láttam születésem óta. És mit keres pont itt? Ki engedte ide? Azt hiszi magáról lesz neki irigye? Sorkant a vaddisznó. Csúnya és útban van, kerülgethetjük minden pillanatban. S lám a szegény rózsa fejét lehajtotta, bánat a szívét búva borította. Szirmai közül, mint a köncsepp lenne, vízcsepp hullott a földre, bánatként peregve. És a farkas nézte, és gondolta magában, nem vesztek észre, hogy sír fájdalmában? Miért kell bántani? Minden rosszót érez. A gúny összepiszkít, mindent összevérez. Nem tudom szeretni, dörmögte a medve, s nyúlt a rózsa felé, legyen letépkedve. Le is hajolt hozzá, kitépje a csúnyát, ám akkor egy tövis megszúrta az ujját. Nézzétek csak, mit tett, és mutatta a mancsát, és kimondta a harag halálos parancsát. Ki kell ezt érteni, mert szörnyen veszélyes, tapossuk a földbe, most már esedékes. Vaddisznó rárontott, megtaposva testét, és a többi tapsolt, s nagy boldogan lesték. Ahogy ez ki más volt, tán szebb, mint a többi, nem hagyták már tovább fényben tündökölni. És a farkas nézte, s üvölteni vágyott, elpusztították egy gyönge kis virágot, csak mert más volt, mint ők, különleges lélek, mert ami szokatlan, attól egyként félnek. És mikor azok később elhagyták a rétet, a halott rózsához még közelebb lépett. A megölt virágot lassan felemelte, gyengéden, kímélve, szájába vette. És ölgetett véle saját udujához, szerény, titkot rejtő áruhajlékához. Egy kis gödröt kapart, majd belefektette, egy szép imádságot mondott el felette. Isten veled, rózsa, nem érdemeltek meg. Hiába virultál, nem igen szerette. Miközben temette, sírt érte a lelke, mintha önmagából egy részt eltemetne. Másnap szomorúan egy új napra ébredt, hajlékát elhagyta, aztán nagyot nézett. Nem hitt a szemének, lám csak csoda várta, mit az álmos szemét még nagyobbra tárta. Mert a fehér rózsa ott pompázott szépen, hová temette, háza közelében. Oly csodálatos volt, miért még nem látott. Rajta harmadcseppek formáltak gyémántot. Szirmain csillogtak a reggeli fényben, ámulatot keltve a farkas szívében. A farkas csak áltott, némán meghatottan, egy isten csoda vált valóra ottan. Most történt vele először életében, sírt, s örömkönnyen gyűltek a szemében. Lám az együttérzés mi csodára képes, örömökre lelni mindig lehetséges. Ha nem csordöztön, és nem érdekszabályoz, ha nem igazodsz a többség igazához, mikor engeded, hogy szíved vezessen, és hagyod, hogy önzetlen másokat szeressen, akkor csoda élhet, mikor nem is várod. Így teremt a vágyad csodás, szebb világot. Magyarász emese a köntündér. Pankát elkényeztették a szülei. Mindent megkapott, amit csak kért. Hangos zokogással, hatalmas krokodilkönnyeket hullajtva jelezte, ha akart valamit. Észrevette ugyanis, hogy a szülei nem bírják hallgatni a sírását, inkább gyorsan teljesítették minden kívánságát. Mindig vitt az óvodába játékokat. Meddicsekedni, mutogatni akart, hogy neki mennyi mindene van. Persze ebből veszekedés, sírás, rívás lett. Hiszen a gyerekek szerettek volna játszani a
szép játékokkal, de ő nem engedte. Nem csoda, hogy senki sem akart vele barátkozni. Egy nap, még karácsony előtt, új kislány érkezett az óviba. Marika. Nem öltöztették divatosan, és az is látszott a ruháin, hogy nem újjak. A gyerekek nem vették be a játékaikba, így magányosan üldögélt az udvar egyik sarkában. Panka arrafelé sétált a legújabb, sírós, alvós, bólyás babájával. Az új kislány ámulva nézte. Ilyen szép babát még sosem láttam. Pisilni is tud, mondta Panka. Neked nincs ilyen? Nekem egyáltalán nincsen babám. Miért nem hisztizel egy kicsit? Én azt szoktam, és akkor mindent megvesznek a szüleim. Hiába hisztiznék, anyukám egyedül nevel minket, nincs elég pénz a babára. Apukád hol van? Meghalt. Panka megdöbbent. Még sosem gondolt arra, hogy az emberek, főleg az ő szülei meghalhatnak. Gyorsan Marika kezébe adta a babát, játszhatsz vele. Ettől fogva a két kislány elválaszthatatlanok voltak egymástól, míg haza nem mentek az oviból. Marika sokan mesélt arról, hogy milyen nehezen élnek, és milyen ritka ünnepi alkalom, mikor csokoládét ehetnek. Panka nem szólt otthon egy szót se az új barátjáról, de szüleinek feltűnt, hogy szokatlanul csöndes. Az anyukája azt hitte beteg, és gyorsan megmérte a lázát. Apukája aggódva kérdezte tőle, szeretne valamit kapni, hogy jobb kedve legyen. A szülők valósággal kétségbe estek, mikor Panka azt válaszolta, hogy nem kér semmit. Ráadásul szó nélkül elment füredni, nem válogatott az esti vacsoránál, és minden negevet, ami a tányérján volt. Valami baj lehet ezzel a gyerekkel, tanakodtak a szülők, mikor Panka már lefeküdt. Nem tudták, hogy a kislányunk gondolatai messze járnak. Egy szegényes lakásban, ahol három gyerek és egy anyuka ülnek egy asztal körül, és legtöbbször zsíros kenyeret esznek. Szíve összeszorult a sajnálattól, és szeméből könnyek budjantak elő. Kívánj valamit, szólt egy csilingelő hang. Ki beszél? Van itt valaki? Kérdezte Panka, és a fejére húzta a takarót. Én vagyok a könyvtündér. Búcsak elé, ne félj, nem harapok. A kislány kikukucskált, és csodálkozva látta meg az aprócska üvegszerűen átlátszó, ragyogó kicsi lényt, aki ide-oda röpködött, majd leszállt a paplanra. Sosem hallottam még rólad, hogy kerülsz ide. Nem csodálkoznál, ha tudnád, hogy én a könnyekből születek. Sírtál, és itt vagyok. Én majdnem minden nap sírok. Mégsem láttalak még soha. De sírásnak nevezed azt a hisztis ordibálást. Most először sírtál igaz könnyeket, és nekem muszáj volt megszületni. Na hát, örülök, hogy sírtam. Legalább láthattalak. Találkozunk még? Persze. Ahányszor csak igaz könnyeket sírsz, én itt leszek. A tündér eltűnt, Panka pedig mély álomba merült. Az ünnepek utáni első napon Marika ragyogó arccal érkezett az óviba. Elmesélte, hogy karácsony este valakitől nagy csomagot kaptak. Becsengettek hozzájuk, és csak úgy ott hagyták az ajtójuk előtt. Volt abban minden, szép ruhák, mindenféle ennivaló, csokoládé és sok-sok játék. Képzel csak, lelkendezett Marika. Még egy ugyanolyan baba is volt benne, mint a tied. Most már együtt dalkálhatjuk a pólyásainkat. Az enyém már nincs meg, mosolygott Panka rejtélyesen, elvitte a könyvtündér.
Mihácsi Roxana vagyok. Egy különleges kívánság azon a bizonyos éjjelen Klárék borzalmas csörömpölésre ébredtek. Kellemetlen, de egy kicsit ijesztő élmény volt. A hátsó udvar irányából jött a hang. Klári apukája kipattant az ágyból, hogy megnézze, mi ez a nagy láma. Az utcán kis ember állogált, görbehátttal, rántos homlokkal, szomorú bűnbánó szemekkel. Mellette egy nagy péntemetes kuka volt felborulva. Ezt csapta a lámát. Mit képzel maga, hogy ilyen késő éjjel felborogatja a kukánkat, és lármázik, ribatlan mérgesen Klári apukája. A kisöreg szembesütve halkszavakkal csak hebeget habogott. Nem akartam én, nagyon sajnálom, tudja a gyerekek. Klári nem hallgatta a többi beszélgetés részét, mert az anyukája beküldte a szobájába. Másnap reggel megbeszélték, hogy este mi volt az a nagy láma. Nem akart ő semmi rosszat, csak a lomok közt turkált. Magyarázta Klári apukája. Ismerem is látásból, négy kis unokája van. Jó pár éve leégett a házuk, és azóta próbálnak talpra állni. Munkát csak néha-néha kap, alig telik nekik valamire. Mindjárt itt a karácsony, és akart valahogy szépet az négy kis unokáinak. De hát miért nem csengeted be? Mondta Klári anyukája, és kérdezte meg, hogy van olyan játékunk, ami már nem kell nekünk. Az apukája csak sóhajtott, a szegény embernek nincs egyebek, csak büszkesége. Klári egész nap a hallottakon gondolkodott, nem tudta kivenni a szomorú, bűnbánó szemeit. Elővett egy szép levélpapírt, legszebb írásával neki kezdett, hogy levelet írjon a télapónak. Részletesen beszámolt az éjszakai történetről, és azt kérte, amit idén neki szán, vigyel az öregember négy kis unokáinak. Amikor készen volt, borítékba tette, szépen megcímezte, kigyalogolt a hóba és berakta a postaládába. Így szólt karácsony reggelén Klári anyukája, Klárikám, szedd össze a játékaidat, hogy ma már nem kell neked. Az anyukái ruháit válogatott, az apukája pincéből sok-sok finomságokat. Amikor készen volt, összerakták, az apukája beült a kocsiba és elhajtott. Amikor visszajött, öröm jött az arcukon, nagyon örültek, nagyon örültek. Klárinak ez volt a legszebb karácsonya. Noha ajándékra nem számított a télapótól, mert a télapó úgy gondolta, hogy nem csak az öreg ember négy kis unokájának visz, hanem Klárikának is. A karácsonyfa alatt szép játékok vártak a kislányt, és egy rövidke kis levél. Önzetlenül adni nemes jó cselekedet, már pedig a jó gyerekek mindig kapnak ajándékot a télapótól. Jé, Simon Aranka, könyvtündér. Bankját elkényeztették a szülei. Mindent megkapott, amit csak kért. Hangos szogogással hatalmas krokodil könnyeket hullatva jelezte, ha akart valamit. Észrevette ugyanis, hogy a szülei nem bírják hallgatni a sírását, inkább gyorsan teljesítették minden kívánságát. Mindig vitt magával az óvodába játékokat, mert dicsekedni akart, mutogatni, hogy neki mennyi mindene van. Ebből persze veszekedés, sírás, vívás lett, hiszen a gyerekek szerettek volna játszani a szép játékokkal, de ő nem engedte. Nem csoda, hogy senki nem akart vele barátkozni. Egy nap, nem sokkal karácsony előtt, új kislány érkezett az óviba, Marika. Nem öltöztették divatosan, és az is látszott a ruháin, hogy nem újak. A gyerekek nem vették be a játékaikba, így magányosan üldögélt az udvar egyik sarkában. Panka arra felé sétált a legújabb, sírós alvós bólyás babájával.
Az új kislány ámulva nézte. Ilyen szép babát még sosem láttam. Pisilni is tud, mondta Panka. Neked nincs ilyen? Nekem egyáltalán nincsen babám. Miért nem hisz tizelet kicsit? Én azt szoktam, és akkor mindent megvesznek a szüleim. Hiába is hisztiznék. Anyukám egyedül nevel minket. Nincs pénze babára. Apukád hol van? Meghalt. Panka megdöbbent. Eddig sosem jutott eszébe, hogy az emberek, főleg az ő szülei meghalhatnak. Gyorsan Marika kezébe adta a babát. Játszhatsz vele! Ettől fogva a két kislány elválaszthatatlan volt egymástól, míg csak haza nem mentek az oviból. Marika sokat mesélt arról, hogy milyen nehezen élnek, és milyen ritka ünnepi alkalom az, amikor csokoládét tehetnek. Panka nem szólt otthon semmit az új barátjáról, de szüleinek feltűnt, hogy szokatlanul csöndes. Anyukája azt hitte, hogy beteg, és gyorsan megmérte a lázát. Apukája aggódva kérdezgette. Mit szeretne kapni, hogy jobb kedve legyen? A szülők valósággal kétségbe estek, amikor Panka azt felelte, nem kér semmit, ráadásul szó nélkül nem fürödni, és nem válogatott a vacsoránál, hanem mindent megevett, ami a tányérján volt. Valami nagy baj lehet ezzel a gyerekkel? Tanakodtak a szülők, amikor Panka már lefeküdt. Nem tudták, hogy kislányunk gondolatai messze járnak. Egy szegényes lakásban, ahol három gyerek és egy anyuka ülnek az asztal körül, és legtöbbször zsíros kenyeret esznek. Szíve összeszorult a sajnálattól. Szeméből könnyek budjantak elő. Kívánj valamit, mondta egy csilingelő hang. Ki beszél? Van itt valaki? Kérdezte Panka ilyetten, és fejére húzta a takarót. Én vagyok, a könyvtündér. Búj csak elő, ne félj, nem harapok. A kislány kikukucskált, és csodálkozva látta meg az aprócska, üvegszerűen átlátszó, ragyogó kislényt, aki ide-oda röpködött, vagy leszállt a paplára. Sosem hallottam még rólad. Hogy kerülsz ide? Kérdezte Panka a szárnyat billegető tündértől. Nem csodálkoznál, ha tudnád, hogy én a könnyekből születek. Sírtál, és itt vagyok. Én majdnem minden nap sírok. Mégsem láttalak még soha. Te sírásnak nevezed azt a hiszti sordi bálást? Most először sírtál igazi könnyeket. Máskor is könnyeztem már. Az miért nem volt igazi? Mert önzésből tetted. És a szíved hideg maradt közben. Most azonban nem magad miatt sírtál, ezért tudtak feltölni az igazi könnyek, és nekem muszáj volt megszületni. Na hát, örülök, hogy sírtam, legalább megláthattalak. Most kívánhatsz egyet, mondta a tündér. Jól gondold meg, mi legyen az. Szeretném, ha Marika boldogabb lenne. Legyen, ahogy akarod. A tündér felröppent. Mennem kell, lejárt az időm. Találkozunk még? Persze. Ahányszor csak igazi könnyeket sírsz, én itt leszek. Könyvtündér eltűnt, Panka pedig mély álomba merült. Az ünnepek utáni első nap Marika ragyogó arccal érkezett az oviba. Elmesélte, hogy karácsony este valakitől nagy csomagot kaptak. Becsengettek hozzájuk, és csak úgy otthagyták az ajtójuk előtt. Volt abban minden. Szép ruhák, mindenféle ennivaló, csokoládé és sok-sok játék. Képzel csak, lelkendezett Marika. Még egy ugyanolyan baba is volt benne, mint a tiéd. Most majd együtt dajkálhatjuk a pólyásainkat. Az enyém már nincs meg,
mosolygott Panka rejtélyesen. Elvitte a könyvtündér. Szabó Stefánia, Bandi Pónia, Bandinak volt egy pónia, Pirítósnak hívták, Bandi nagyon szerette a pónit. Minden nap megfésülte a sörényét, gondosan ápolta a szőrét. Bandi testvére Pista sokat csúfolt a pirítóst. Túl kicsi, semmire se lehet használni. Nem tudja átugrani a kerítésen. Olyan kövér, sose nyersz vele versenyt. Bandi nem törődött a csúfolódással. Pirítós kitartóan ügyedett az ösvényeken, és nagyszerű barát volt. Ki akart versenyelni vele? István mégsem hagyta abba a csúfolódást. Néha még apa és anyja is kinevettek Pirítóst, hogy milyen jó húsban van. Inkább Ordónak kéne hívnod, mondta apa, nem Pirítósnak. Azon a karácsonyon a havazás nem akart elállni. Apa az ablakból nézte, hogy hull egyre jobban a hó. Ha nem áll el, mondta, nem tudok kocsival elmenni a nagymamáért. Még az ajándékokat sem tudjuk elvinni neki. Bandi szülei minden karácsonykor ajándékokat vittek a nagymamának. A nagymama örömmel bontotta ki a csomagokat. Kisgyermekkorára emlékezett Németországra, ahol ez volt a szokás. Karácsony első napján aztán ő jött át Bandiékhoz ebédre. Most úgy látszott, ezt a karácsonyt ajándékok és családi ebéd nélkül egyedül kell a nagymamának eltöltenie. Nagyon csalódott lesz szegény, mondta anya. Bandinak ment ötlete támadt. Talán hasznát vehetném Pirítósnak, mondta. István nevetni kezdett. Ez a négy lábú karácsonyi kalács miben tudna segíteni? Karácsony este elviszem vele az ajándékokat, mondta Bandi, Pirítósnak nem számít a hó. Másnap meg apa megy el Pirítóssal, fölülteti rá a nagymamát, elhozza hozzánk. Bandi, István már nem nevetett, apa és anya is gondolkodóba esett. Nincs olyan messze, hogy ne érnél vissza sötétedés előtt, mondta anya, szólt anya. Figyelj jól az útra, szólt apa, még látható a csapás. Bandi fölült Pirítós hátára, és elindult az ajándékokkal a nagymamához. Karácsony reggel pedig a nagymama fölvette a legszebb ruháját, fölült Pirítósra, akit apa kötőfénken vezetett hazáig. Hullhatott a hó szakadásig, mégiscsak a családdal együtt fogyaszthatta el a nagymama a karácsonyi ebédet. Vállai Noémi Andrea vagyok. Nóri kívánsága, avagy a hóangyal. Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás tengeren is túl élt egy pici leány. Ez a leányka mindig nagyon boldog volt, csak egy szamarította el, hogy ritkán láthatta a távolban élő nagyszüleit. December vége fele járt az idő, gyermekek hada várta a Szent Karácsony eljövetelét. Mikor szülei megkérdezték Nórit, hiszen ez volt a leányka neve, hogy mit szeretne karácsonyra kapni, ő így felelt. Nagyon örülnék egy babának és sok-sok könnek, de a legjobban annak örülnék, hogy láthassam a távolban élő nagyszüleimet.
Törték a fejüket Nórika szülei, hogyan is mondják el kislányunknak, hogy még hosszú hónapokig nem láthatja a nagymamáit és nagymamáit. Nem akarták elszomorítani, csak ennyit válaszoltak. Nóri biztosan hoz majd a Jézuska egy szép babát, és a fa alatt sok-sok könyvet, és még lehet más is. Másnap a kislány a kertben játszott a frissen hult hóban. Mivel az anyukája a lábújától a feje csücskéig felöltöztette, újjongva feküdt bele a nagy fehérségbe. Lábacskáit és karjait mozgatni kezdte, és pillanatok alatt rajzolt egy hóangyalt. Majd óvatosan felállt, ránézett művére, majd így folytatta. Ó, be jó lenne, angyalka, tudnál rajtam segíteni, és abban a szent minutumban a hóangyal életre kel, és a meglepett kislány elé állt. Szerbusz, Nóri, hallottam a kívánságodat, szeretnék segíteni. Varázspálcájával a levegőben néhány kört rajzolt, majd így folytatta. Nóri, látod ezt a varázsbiciklit? Ha felülsz rá és becsukod szemed, és néhányat pedálozol, már is ott lehetsz, ahol szeretnél. Nóri fülig érő szájjal köszönte meg a hóangyal segítségét, és már is felpattant a varázsbringájára. Először csak kétszer tekerte meg a pedált, és már is a Floridában élő nagyszüleinél termett. A sok-sok puszi és a sok ölelés, na meg a fincsi almaspite után ismét a bringára pattant, most messzebbre készült. Becsukta szemét, és most ötször is megtekerte a pedált, mire kinyitott a szemét, erdélyi nagymamája és nagypapája állt előtte. Mintha csak várták volna finom sajtos pogácsával és citromos teával kínálták meg. Az élvezetes találkozás után haza kellett indulnia, a nagyszülei hosszasan integettek utána. Nóri, Nórika, hallotta váratlanul anyukája szavát. Állj fel a hóból, kislányom, mert megfázol. Nóri lelkesen mesélte, mi történt vele. Anya, apa, képzeljétek, a nagy éknál jártam. Közben zsebébe tette pogácsája utolsó falatját. Ábrahám Ágnes sarolta, a legszebb karácsonyfa. Messze-messze fent északon, a szűrű fenyőerdő mélyen élt a hómanók népe. Takaros kicsi házikóikban laktak, hatalmas öreg fenyőfák tövében. A hómanók nagyon vidám és barátságos is lények, szeretik az erdők, mezők, állatait, növényeit. Védik és szóvják őket a betolakodóktól, barátaikkal a hótündérekkel együtt. Mire beköszöntetél, a hómanók előbújnak rejtekeikből, szorgosan gyűjtögetik a rőzsét és különböző bogyókat. Kis hómanó gyerekek előveszik szánkójukat, s vígan csúszkálnak naphosszat a lejtőkön. Hamarosan itt a karácsony! Közeli faluból két kisgyerek, Kriszti és Tomi, kora hajnalban útra kelnek nagypapájukkal. Nagy díszes szárnyukon egyenesen a hómanók erejébe tartanak, hogy egy szép fenyőfát keressenek az ünnepre. A rénszáros lassan lépked az erdei ösvényen, mert ilyenkor igencsak sötét van errefelé. Hogy egyre beljebb haladnak a fenyőfák között, Kriszti és Tomi még szorosabban összebújnak a vastag takaró alatt. Hirtelen valami ne szíti meg a fülüket, egy ágercsend volna. Hiszen ezek a hómanók, kiált föl Kriszti. Jó reggelt, integet nagyapó a manóknak. Semmiből
Egyszer csak különös érzés fogja el a két kisgyereket, egy halvány sárgásfény kíséretében egy csapat tündér lép benne az udvarra. Mi lehet ez? Hiszen ezek a hómanók, kiált föl Kriszti. Nagyapó azonban mindebből semmit sem vesz észre, és megállítja a szánt egy közeli kis tisztás szélén. Itt sok kis karcsú fenyőfácska növekszik, békésen a nagy fenyők ágainak védelme alatt. Mindhárman leszállnak a szánkóról, Tomi azonnal odaszalad egy formás kis fához, mely első látásra megtetszett neki. Nagypapa! Kiált boldogan. Ezt a fát válasszuk, ugye milyen gyönyörű? Nagyapónak is tetszett a fa, és már emelés a kis fejszét, hogy kivágja, amikor. Mi a manó? Hát ez meg micsoda? Csodálkozik nagyapó. Semmiből hirtelen előbukkan egy kis tündér, és megpróbálja nagyapó kezéből kitépni a fejszét. Közben egy másik tündér ellibben a rémült gyerekek előtt, s rákoppint az orrukra. Mire azok ijedtükben belapottyannak a hóba? Nem szégyelled magad, nagyapó? Kérdezi a nagyobbik tündér mérgesen. Ugyan miért kellene szégyelnem magam? Válaszolja nagyapó homlokát ráncolva. Nem vághatod ki csak úgy az ártatlan fákat. Fájdalmat okozol nekik. Méltatlankodik a tündér, miközben összecsapja a szárnyait. Semmi segítség! Mi történik itt? Kiáltja nagyapó. Kriszti és Tomi álmélkodva nézik, ahogy mindenhonnan kis tündérek bújnak elő. Körülveszik nagyapót, és a levegőbe emelik. Ám nincs sok idejük bámészkodni, mert már ők is a levegőben vannak. Olyan magasan, hogy a fák koronái fölött a falujuk házait is láthatják. A gyerekek reszketve bújnak nagyapóhoz, ahogy a tündérek leteszik őket végre egy jó, erős fenyőágra. Mert megjelent előttük a tündér királynő, és így szól. Fogjátok ezt a kis fenyőfát, és ültessétek el a kertetekbe. Ez emlékeztessen benneteket ránk mindenkor. Tudjátok meg, hogy nem szabad bántani az ártatlan fákat, fájdalmat okozol nekik. A fa olyan pici és töréken, hogy a gyerekek alig mernek hozzáérni. Miután nagyapó megígéri, hogy soha többet nem vág ki egy fenyőfát sem, a tündérek visszarepítik őket a tisztásra. Leszállnak a szánkóról, hogy ne fázzanak, hogy betakarják magukat egy pokróccal, és elindulnak hazafelé, közben elkezd szállingózni a hó. Kriszti óvatosan tartja kezében a kis fenyőfát, miközben nagyapó fejét rázva egész úton azt mormogja, hogy ilyen még életében nem történt meg vele soha. Otthon a gyerekek szüleikhez rohanva elmesélik furcsa kalandjukat a tündérekkel. A szülők ámulva hallgatják ezt a hihetetlen történetet, majd elültetik közösen házuk előtt álló gyönyörű fenyőfára. Remélem gyorsan nagyra nő, mondja Tomi. Miközben Kriszti óvatosan eligazítja az apró ágacskákat. Ezen az éjszakán különös dolog történt nagyapói kertjében. Egy halvány sárgásfény kíséretében egy csapat tündér lippent be az udvarra. Körültáncolják a kis fenyőfát, és teleszórják meg annyi fényes csillaggal. Egy tündér bekukucskál a szobába, s látja, hogy még a gyerekek alszanak. Gyorsan-gyorsan sürgeti a többieket. Nem sokára reggel lesz, és akkor biztos rögtön kinéznek az ablakon. Már készen is vagyunk, éneklik a többiek. Nem gyönyörű ez a kis fa. Most aztán hús, repüljünk vissza az erdőbe. Reggel Tomi egyenesen az ablakhoz szalad, és a meglepetéstől a szája is tátva maradt. Nézd, Kriszti, csoda történt! Kiáltja boldogan.
De szép, jaj, de szép, újonganak a gyerekek. Az este elültetett kis fazél hatalmas fenyőfává cseperedett, s ágait sok-sok csillag díszíti. Ez lesz a legszebb karácsonyfánk, ami valaha is volt, mondja Kriszti. Majd feldíszítjük gömbökkel és gyertyákkal is. Csoda szép lesz. Miután? Délután neki is látnak a munkához. Még soha nem díszítettek ilyen lelkesen karácsonyfát, mert a kutyus is segített a díszítésben. A legszebb ünnep a karácsony, mondja Kriszti ragyogó arccal. Köszönjük, kedves tündérek, köszönjük, kiáltja az erdő felé. Végre elérkezett a szent este, miközben a gyerekek óvatosan az ajándékaikat bontogatják, kikitekingetnek a házuk előtt álló gyönyörű fenyőfára. Milyen szép is ez a karácsony! Bíró Béláné különös ajándék. Hideg tél volt, a gyerekek édesanyjukkal madáretetőt készítettek. Úgy helyezték el, hogy az ablakból jól megfigyelhessék az oda gyűlő kismadarakat. A cinkék hamar felfedezték, és állandó kusztusai lettek a madáretetőnek. Anna és Berci minden nap friss élelmet tettek az etetőbe. Egy délután, amikor felébredtek a gyerekek, látták, hogy egy kis cinke furcsán fejjel lefelé lóg azon a zsinegen, amire a diót felkötötték reggel. Gyorsan kiszaladtak az etetőhöz. Már nem is mozdul, biztosan nem él, mondta sírva Anna. Vigyük be a melegre, hát ha még magához tér, javasolta Berci. Bent a melegen tenyerébe vette, és simogatta a pici madarat. Egyszer csak megmozdította a fejét és szárnyait. Anna puha ruhákat tett egy dobozba, és gondosan betakargatta a beteg madarat. Néhány óra múlva egyre többet mocorgott. Látható volt, hogy már sokkal jobban érzi magát. Éjszakára hadd maradjon bent, mondta édesanyjuk, majd holnap szabadon engedjük. Másnap délelőtt, amikor már a többi madár is megjelent a madáretetőnél, Anna kiengedte az ablakon a cinkét. Tavasszal majd készítünk nekik odutam egy fára, mondta édesapjuk, de hamarosan hozzálátott. Így még a télen elkészült a takaros kis madárház. Az időközben lepkeszárnyakon repült tovább, a tavasz napsugarai mind melegebbek lettek. Már nem volt szükség a madáretetőre sem, a kis cinke beköltözött a gyerekek által készített oduba, és egyre több időt töltött benne. Most kelti ki a kicsinyeit, mondta a gyerekeknek az édesanyjuk. Mikor kikeltek a kis cinkék, a szüleik szorgalmasan hordták nekik az apró hernyókat. Anna egy gyümölcsösében nem is volt hernyó, egyetlen fán sem. Néhány nap múlva, amikor Anna délutáni alvásából felébredt, észrevette, hogy a nyitott ablak alatt álló íróasztalon néhány hernyó van. Nagyon furcsának találta őket, mert már nem éltek. Most már a végére járok a dolognak, gondolta, és aznap nem aludt el délben. Egyszer csak halk suhogás hallatszott, és az ablakpárkányon megjelent a kis cinke, csőrében hernyót tartva. Óvatosan belopakodott, és az asztalra tette a hernyót, majd még néhányszor megismételte. Ó, te kis buta, mondta Anna. Mi emberek nem szeretjük a hernyót, köszönöm, hogy rám gondoltál, de vidd el inkább a fiókáidnak, mondta Anna. Másnap
Délután, amikor délutáni alvásával felébredt, egy szép piros megyet pillantott meg az asztalon. A kis cinka az ablakpárkányán állt, és kíváncsian figyelte, mi történik. Anna felvette a megyet, és jó ízűen megette. Köszönöm! Köszönöm, mondta. Életemben még ilyen finom megyet nem ettem. A kis cinke bólintott a fejével, és boldogan repült haza a fészkébe. Tudjátok, mesélte a fiókáknak otthon, ez a kislánya télen megmentette az életemet. Ezért vittem neki ajándékot.